Jubileum. 10 éve adták át a forgalomnak a Pentele hidat. Tehetségnap. 7. alkalommal mutathatták be hallgatók és doktoranduszok tudományos munkáikat az egyetemen. Jazz. Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra tartott koncertet a Bartókban. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. 10 éves jubileum. Dunavecsei és Kisaposta önkormányzata, valamint a Híd Dunaújváros és Környéke Egyesület szervezésében tartottak szakmai egyeztetést Dunavecsén. 10 évvel ezelőtt adták át ugyanis a Pentele hidat a forgalom számára. Ezzel kapcsolatban ismertették az elmúlt időszak tapasztalatait. A fórumon Galambos Dénes országgyűlési képviselő a dunaújvárosi vonatkozásokról beszélt. Egy dunai átkelést nagyjából ezzel a térségen. Torockai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője ismertette a Pentele híd szerepét a hazai hálózatfejlesztési tervekben. Előadásában beszélt a nemzetközi gyorsforgalmi hálózathoz való kapcsolatáról is. És úgy gondolom, hogy ennek a hídnak a 10 éve. 10 évvel ezelőtt, 2007. július 23-án adták át a hidat a forgalom számára, ami az M8-as és az M4-es gyorsforgalmi tengely megvalósításának része volt. Ennek jelentősége az infrastruktúrában, az oktatásban és az egészségügyben egyaránt jelentkezett. Az elmúlt 10 év előnyei mellett Font Sándor országgyűlési képviselő a jövőbeni topos pályázatok lehetőségeiről is beszélt. Olyan fejlesztés előtt állunk, polgármester úr erről már tájékoztatta önöket, és én is közmeghallgatáson itt voltam, hogy ezt megerősítsem, hogy Dunavecse életében is a települési operatív programok keretén belül jelentős fejlesztéseket tudunk még ebben a ciklusban elkezdeni, és részben meg is valósítani. Én azt kívánom, hogy ez a hír, ez a fejlődési szakaszhoz járuljon hozzá. Természetesen én magam is tudom, hogy ez az M8-as egy rövid szakasz még csak itt. Képviselőtársához hasonlóan szintén a híd adta lehetőségekről beszélt Varga Gábor, Fejér megye 5-ös számú választókörzetének országgyűlési képviselője. Nagyon örültem és nagyon szép, sok szép dolgot láttam, és remélhetőleg, amit a képviselőtársam Font Sándor bejelentett, hogy a top programokon belül még szebbé tudjuk ezt a települést, illetve a környezetét varázsolni. A hidak azért épülnek, ugye ez egy nagyon nagy közhely, hogy összekössenek két ellentétes partot, és valahogy közelebb hozzák az embereket egymáshoz, és nem csak az embereket, a munkát, minden más egyebet. A híd része ugye az M8-as autópálya, ami az M6-osra illet. Ez egy csoda, hogy megépülhetett a híd. Ezt már Vörös Sándor, Dunavecse polgármestere mondta. Az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan azokat a változásokat emelte ki, amikkel lehetővé vált Dunaújváros szolgáltatásainak elérése. Természeti környezetet találtunk, amit hát igyekeztünk. A híd megépítésével Dunaújváros is profitált több területen. Ilyen például az, hogy a dunavecsei fiatalok többsége helyi középiskolát választott. Emellett Kunszent Miklós helyett a Dunaújvárosi Tűzoltóság, valamint a Szent Pantaleon kórház ellátási területéhez csatolták a települést. Ezek fontosságáról már Galambos Dénes beszélt. Láttuk, hogy milyen lehetőséget teremt a város és térsége számára az a létesítmény, amely a híd formájában megvalósult, mert a híd összeköt nem csak településeket, hanem kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a városban végrehajtott fejlesztések egy szélesebb réteg is, tehát azok a polgárok, akik a Duna más körülmények után vannak, igénybe vehessék. Ez azért is fontos, mert az intézményrendszer Dunaújvárosban jó kiépített. A rendezvényt kötetlen beszélgetéssel zárták, ahol az elmúlt időszak eredményeinek értékelése mellett próbálták felvázolni azokat a lehetőségeket, amik a jövőben tovább segíthetik a térség és a régió fejlesztését. 70 előadó, 8 szekció és rengeteg tudományos munka, így jellemezhető a 7. alkalommal megrendezett Tehetségnap a Dunaújvárosi Egyetemen, amelynek ünnepélyes díjátadóján a legjobbak oklevélben és pénzjutalomban részesültek. A cégnek teljes összeomlása következik egy fejlesztés, nagyjából... Ezek a felvételek szerda délután készültek a Tehetségnap gazdaságtudományi szekció ülésén a Dunaújvárosi Egyetemen. A 7. alkalommal megrendezett Tehetségnapon 70 előadó mérette meg magát 8 szekcióban.
A nap végén a legjobbak elismerő oklevelet és pénzjutalmat vehettek át. A díjazottak egyike Kovács Fábián Tamás, aki hónapokat készült tudományos munkájának bemutatására, amellyel első helyezést ért el a gazdaságtudományi szekcióban. Minőségirányítási rendszer kiépítése volt egy zöldmezős beruházásnál. Erről készítettem a prezentációmat. Volt benne belső audit ISO 9001 alapján, akkor megoldási javaslatok, ugye a feltárt problémákra a megoldási javaslatok, annak kivitelezése. Nyitrai Erzsébet andragógiai és neveléstudományi szekcióban második helyezést ért el munkájával. A témám az a Flipped Classroom pedagógiai módszer alkalmazása, a kutatásmódszertan, illetve hát információs műveltség órák oktatásában itt a külföldi hallgatók körében. Azt vizsgáltam, illetve azt szerettem volna vizsgálni, hogy mennyire segíti ez a nyelvi akadályok leküzdését. Mivel ez volt a szakdolgozatom is, egy olyan jó 3 hónapot dolgoztam vele, egy kérdőíves felmérés volt, tehát az elméletet és a gyakorlatot is össze kellett szerveznem a végére, és így készült el a dolgozatom. Hetedszer rendezzük meg ezt a rendezvényt a Dunaújvárosi Felsőoktatás történetében, az egyetemünkön ez második. Palotás Béla, az egyetem rektor helyettese, pozitívan értékelte a 7. tehetségnapot. Azt gondolom, hogy minél több alkalmat teremtünk arra, hogy gyakorolhassanak a diákok, ez annál jobb dolog. Hát annál többször tudnak szerepelni. Nem könnyű, ugye még a kollégák előtt se, pláne tanárok előtt szerepelni és előadásokat tartani. Mindig nagyon izgulnak a diákok. Ez természetes dolog, de előbb-utóbb, hogyha minél többet prezentálnak, akkor könnyebb lesz. A tehetségnapon az előadók között az egyetem hallgatói mellett doktoranduszok és középiskolások is bemutatták kutatási anyagaikat. Nyitott szakkört tartottak a Dózsa iskolában. A rendezvényen bemutatkoztak az intézmény fizikával, biológiával, valamint kémiával foglalkozó csoportjai. A diákok először előadásokat tartottak, később pedig a gyakorlatban is megmutathatták tudásukat. Úgy szoknak rá halakami anyagra, hogy a tinik a gyorsítelekre. A halak növekedéséről, illetve színváltozásáról tart előadást Szabó Kornél, a Dózsa iskola egyik tanulója. Kornél egyébként részt vett a kutató gyerekek tudományos konferenciájának országos döntőjében, amelyen másodikként végzett. Hát igen, ezen a versenyen már harmadjára indultam, és folyamatos fejlődést tapasztaltam. Saját eredményem terén én elégedett voltam a teljesítményemmel. Hát a felkészítő tanárom is persze. A nyitott szakkört egy tehetségnap részeként tartották meg, amely immár hagyományos az intézményben. Van nekünk egy tehetséggondozó programunk, most már hagyományosan évek óta működik, amelyre a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán keresztül mindig nyerünk támogatást is, anyagi támogatást, és ennek a programnak a zárásaként szoktuk hagyományosan ezt a tehetségnapi rendezvényt megszervezni, és erre meghívni az érdeklődő tanárokat, diákokat. Találkoztunk olyan eszközökkel, amelyeket iskolán szerfelehol is megtalálhatunk. A rendezvényen a diákok bemutatták azt a szakkört, amelyben tudományos munkájukat végzik, majd különböző kísérleteket tartottak, amelyeket később az érdeklődők ki is próbálhattak. Jazzkoncert a Bartókban. Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra tartott koncertet a Bartókban. Az előadás célja, hogy a jazz műfajt megszerettessék a fiatal korosztállyal. A bemutatón főként felső tagozatos, valamint középiskolás csoportok vettek részt. Dunaújvárosba látogatott Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra. Ezúttal egy interaktív zenés előadást tartottak, amelyben az érdeklődők megismerkedhettek a műfaj alapjaival. Az énekesnő kiemelte, a jazz mint műfaj nagyon színes és fontos szegmense a zene elméletnek. Úgy mennek el egy óra után a diákok, hogy rájuk ragad egy csomó olyan információ, amit hogyha könyvben kellene nekik simán elolvasni, vagy egy olyan énekórán, ahol erről csak a tanár beszélne. Egyébként hozzáteszem, nem nagyon van erre idő sem. Még a legjobb indulattal sem tud egy zenetanár erre a részre kitérni, hogy akkor most mi is az, hogy jazz. Ugye a 40-es, 50-es években ez volt a mainstream, hogy erre táncoltak az emberek, a big band zenére, hogy annak hogy alakult a története, mert még a klasszikus zenére sincs idő. Az előadáson résztvevő felső tagozatos és középiskolás diákok ingyenesen tekinthették meg a csaknem 80 perces bemutatót. Most tekintsék meg legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Jubileum. 10 éve adták át a forgalomnak a Pentele hidat.
Tehetségnap. 7. alkalommal mutathatták be hallgatók és doktoranduszok tudományos munkáikat az egyetemen. Jazz. Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra tartott koncertet a Bartókban. Ennyi fért híradónkba, tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen Tóth Veronika azonnal jelentkezik az időjárás jelentéssel, amiből megtudhatják, hogy marad-e a maihoz hasonló kora nyári meleg. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap a középső ország részben és elszórtan északon alakulhat ki egy-egy futó zápor a szeles időben. Napközben 23 fok körüli értéket mérhetünk. Hétfőn többfelé kialakulhat zápor, zivatar, kedden viszont csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. Hétfőn még sokfelé erős lesz az északi szél, mely kedre mérséklődik, legyengül. Hétfőn 24, kedden 26 fok köré melegedhet a levegő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!